Idén is Balatonbogláron a Nekán edzőtáborozik a győri Audi Eto KC női kézilabda csapata. A várva várt újrakezdés miatt láthatóan jó hangulatban zajlottak az edzések és a felmérések. Az elmúlt hónapok eseményei még a legrutinosabb edzőket is váratlanul érte, és új feladatok elé állította őket. Hát nem volt könnyű, de hát senkinek nem volt nyilvánvalóan az egész világon, nem csak a kézilabdában. Tartjuk magunkat és tartom magam ahhoz, hogy mindig, amire nincs befolyás, nincs ráhatás, azt el kell fogadnunk és kihozni belőle a legjobbat. Nyilván senki nem készült erre. Folyamatos kommunikáció, egyéni edzéstervek és egymásnak a lelkét egy picit ápolva próbáltuk átvészelni, és tényleg ennyire még nem vált a senki ezt a szezon kezdetet, mint ami most van. A szakember elmondása szerint a játékosok profi sportolók, így nem kellett őket motiválni, éppen ellenkezőleg. Most, hogy a felkészülésünk is egy picit át fog alakulni a Final Four elmaradása miatt, én azt gondolom, hogy inkább egy picit vissza kell fogni őket, nem is inkább a másik oldal felé motiválni, nehogy sérülés legyen. Ugye nagyon-nagyon sok volt a kihagyás, a kézilabda nélküli, a kontakt, az ütközések nélküli mozgás, és nagyon alaposan meg kellett tervezni a felkészülésünket. Az biztos, hogy egy nagyon speciális év elé nézünk, és hát egy picit talán félve is, hogy ez hogy fog sikerülni, de mint eddig is a munkába hiszünk, és abba hiszünk, amit megcsináltunk. A csapat új játékosa Lukács Viktória is hamar megtalálta a közös hangot társaival. Nem gondoltam volna, hogy ennyire könnyű lesz beilleszkedni egy ilyen csapatba. Az első nap, amikor megláttak a csajok, mindenki mosolygott, hangosan köszönt. Szeretnék tényleg teljesen beépülni a csapatba, segíteni nekik, és azt a formát megtartani, ami a karantén előtt volt. Korábbi növendékünk Fodor Csenge szívéhez a mai napig közel áll az akadémia, így ismerős helyszínen kezdhette el végre a felkészülést. Igazából így az izgatottság miatt is úgy vagyunk vele edzéseken, hogy néha ránk szólnak, hogy ne lőd meg olyan erősen, nem kell olyan gyorsan menni, úgyhogy igazából még a lelkesedés visz minket úgymond előre, de nehéz szezonunk lesz, hiszen ugye a BL csoportkörbeosztás is változik, több mérkőzésünk is lesz, és már úgymond nem lesz olyan, hogy először könnyebb ágra kerülünk, vagy nem, úgyhogy már mindegy, ebben a csoportban is lesznek erős ellenfelek. Örömmel jövök ide vissza, találkozom ugye a régi edzőimmel, a régi dolgozókkal, úgyhogy nekem is egy ilyen nosztalgikus hetem van itt igazából, de tökéletes arra, hogy az alapokat lefektessük, és csak a feladatunkra figyeljünk. Nekünk is öröm, hogy az ötszörös BL győztes Győr immár harmadszor kezdi a Nekán a nyári felkészülését. Amikor a felkészülést összeállítom, és megbeszélem ezt a lányokkal, akkor ők már szinte természetesnek veszik, hogy az első hét ugye a Neka és Balatonboglár, és én azt gondolom, ezt ki kell érdemelni, és nem akarok itt nagy szavakat használni, de tényleg jó ide jönni a lehetőségek, a feltételek és a körülmények miatt is.